Rendhagyó módon nem két, hanem három csapat sorakozott fel a bemutatáshoz a Záhonyi futballpályán. A Magyar Jogász Egylet paragrafus kupa válogatottja 2011 óta minden évben játszik egy nagypályás meccset a görög katolikus pap kispap válogatottal, ezúttal viszont nem csak egymás ellen, hanem a magyar öregfiúk válogatott ellen is pályára léptek. A válogatottban többek között Mészői Gézát, Telek András, Dombi Tibort és Sándor Tamás is láthatták a záhonyi nézők. A kispapi válogatott már szerepelt egyszer Záhonyban, de a magyar öreg fiúk azok még nem, ez nagy megtiszteltetés a városnak, hogy egy ekkora kis településre is eljutottak, és közel 300 ember szurkolhat nekik. Most kezdődött újra a labdarúgás újraszervezése, Megye 3-ban kezdtünk, 2 év kimaradt a város életében, és most a Megye 3-ból próbálunk tovább jutni. Úgy látszik, hogy egész jól működik a dolog, mert a lista elején állunk. Az öreg fiúk kapuját az első mérkőzésen a korábbi szövetségi kapitány, jelenleg a tarpai csapatnál szaktanácsadóként tevékenykedő Csank János védte. Most számom védek, mert a többi kapusedző az NBA-ben aztán nem nagyon tudnak jönni. Ha tudnak, akkor nem védek. De most számom többször is előfordul beket. Bár nagy pályán nem szívesen védek már azért, mert már kicsit nagy a kapu, de kispályán úgy egyszerűbb a helyzet. Az öreg fiúk mindkét meccsüket megnyerték, a papok csapat ellen 2-1-re, a jogászok ellen pedig 5-0-ra győzött a volt válogatott futballistákból álló csapat. Ahogy számoltuk, több mint 300 válogatottság volt fenn a pályán. Ez egy óriási életre szóló élmény volt, de nekünk most jön az igazi presztízsmérkőzés, a 9. éve tartó presztízcsata a görög-katolikus papi válogatott ellen, ott majd igyekszünk javítani. A jogászok és papok mérkőzése végül 1-1-es döntetlennel zárult.